Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket Körmendről, ahol alig több mint egy perc múlva indul a 116. bajnoki mérkőzés a Körmend és az alegerszegi csapat között. Az Aegis Körmend az Alakerámia ZTL-KK együttesét látja vendégül a forduló rangadóján. És nem csak az örök rangadó jellegéből fakadóan rangadó valóban ez a meccs, hanem azért is, mert ugye a ZTL előkelő második helyen áll a tabellán, a körmendiek ötödikek ezelőtt a forduló előtt. Mindkét csapat legyőzte a bajnok és kupa címvédő Szolnokot a közelmúltban. A körmendiek ugye a magyar kupa fináléjában, az egerszegiek három nap múlva egy elhalasztott bajnoki mérkőzésen odahaza, a végén 30 ponttal hagyták helyben a Szolnokot. Bencz úr Tamás Tóth Norbert útjában állt egy pillanatra, de mosolyogva vette tudomásról, hogy kis ilyen összeütköztek. Boros Tamás és Tőzsér Dénes a másik két játékvezető, Forrai Sámuel a mérkőzés szövetségi ellenőre. Bence Tamás, az ETE vezetőedzője, szárnyal vele az ETE ebben a szezonban. Heinrich Robert segíti a munkáját, a másik oldalon Teo Csizmics, a csapatvezetőedzője, Hencsei Tamás a segítője. Az egerszegi kezdő ötös alakulóban. Úgy látom, Kárpál Fronius Balázs is helyet kap az ötösben. Kini, Gavens, Moácsi, Kárpál Fronius és természetesen Pantelics a körmendi ötösben. Ott van Ferenc Csaba hármas poszton, de lehet, hogy négyesen inkább, igen, mert Trey McKinney Jones is ott van. Tehát Ferenc kapásból négyes poszton kezd, ugye nincs Cole Dickerson. Patty, Channels, McKinney Jones, Ferenc és Dwinker a körmendi kezdőtös. Tehát nem Tóth Norbert és nem Farkas Attila kezd négyes poszton. Egy alacsonyabb szerkezetű körmend most a pályán a kezdésnél. De ez valamennyire meg is felel egyébként ennek az egerszegi ötösnek is, hiszen náluk is csak egy igazán magas játékos van a kezdőben, György Pantelics. Az egerszegieké az első támadás joga, és Dering Owens a labdával, aki ugye az előző szezonban megfordult körmenden, és Channelsnek lesz baja vele, de hát ez vicca verza igaz, és ugyanígy igaz az irányító párosra, Kini és Peti párosára. Jön az első hármas, méghozzá egy táblás, ablakos hármas. Hát ha ezt így műveli az ETE, akkor nagy bajba lehet a körmend. Györgye Pantelics talál be. 0-3. Channels, nem jó a válasz. Moácsi a lepattanó, Gavens. Elképesztő hangzavar és óriási hangulat a csarnokban. Full telt ház. A hétfői napon két körmendi játékos, Wesley Channels és George Dwinker a Kölcsey Ferenc gimnáziumban járt, ahol meghívókat osztogattak a diákoknak, és gimisek közül is jó néhányan itt lehetnek most a meccsen. És az akció a jövőben, ha minden igaz, folytatódik. Peti tör be, és ő szerzi az első körmendi pontokat a második perc legelején. 2-3 tehát. Kini. Moácsi. Kárpál Fronius. Gyakorlatilag mindenki jó tripla dobó az eténél. Moácsi engedi el, ez is bent van. Rendkívül jól dobott Moácsi Máté az odavágó nősszel, amikor az ETE ugye legyőzte a körmendet. 2-6. Peti. Channels. Az ETE egy új légióssal megerősödve, Stefan Balmazovicsal, körmend pedig egy center hiányában, Dickerson nélkül. Kimarad a második körmendi tripla kísérlet is, Kárpál Fronius. Kini kapja.
Kini osztja ki Kerpel Froniusnak, az ő triplája nem jó, Ferencia lepattanó. Peti. Peti nézi meg a gyűrűt, oppá, nem volt jó labda Dunkernek. Gavans. Moácsi adja neki vissza a labdát. Ahogy Csizmics talpon, Gavans megjátsza Kerpel Froniuszt, aki most pozícióból szerez 2 pontot. 2-8. Peti, Ferenc. Dunker bent pozícióban, ez így tiszta a viccer. Ferenc játszotta meg jól, 4-8 a harmadik perc végén. Gavans. És az első falt, mert is Peti kapja. Gavans kapja. Váci, Kini. Ellövi ő is a hármast, és ez is bent van. James Kini ütemtelenül, váratlanul 4-ből 3 triplát dobozete. 4-11. Peti. Channels, ott a sarokban McKinney Jones. A körmendi triplák egyelőre kimaradnak. Még egy hármas, ez is bent van. Gavans. 14. Zalaegerszegi 4 körmendi ponttal szemben. Körmendi 2-es. Kerpel Froniusz. Nincs kosár, lépéshiba. Dunker, 6-14, az ötödik percben járunk már. McKinney Jones, és nem jön a körmendi tripla, a negyedik is kimarad. Channels szerez labdát. Kovácsi faltól. Ferenc, Dunker. Channels. Dunker kapja megint, de ez nem jó. Koros játékvezető azt mutatja, hogy a körmend jöhet. 9 másodperc van a támadó időből. Channels. Kutya szorítóban kipasszolja a labdát, Dunker. Eldobta még időben, de nem volt jó a dobás. Kerpel Froniusz, a negyed felénél járunk. Pontosan most, 6-14. Gavans. Pantelis kapja a bejátszott labdát, és ez így 2 pont. 5-nél tart Pantelics. Hat 16. Peti. Ferenc. Nem jön a hármas, továbbra sem. Ez volt az ötödik körmendi kísérlet. Hat 16. Kini. Gavans, ezt is bedobja. Elképesztő. Ötödik
zalaegerszegi triplát láttuk, 6-19-nél Körmendi időkérés. A Körmend 33, az Ete 87%-kal dob mezőnyből. A körmendi 5 tripla kísérletből egy sem volt pontos, az zalaegerszegiek 6-ból 5-öt bedobtak. Peti, nagyon az első körmendi tripla. 7-nél tart Feris Peti, 9-19. Kini. Pantelics. Nekini Jones védekezett jól, Channel szért hozzá a labdához, 4 másodperce marad az Etének. Pantelics. Letelt a támadó idő, későn dobta Györgye Pantelics. Ez is kimarad, McKinney Jones szerzi vissza a labdát, és elvállalja a triplát, és ez bent van. 12-19. Gavance teszi tovább is. Cserére készül az ETE. Jön Stefan Bálmazovic, az új játékos majd. Gavance, Pantelics. Jobban védekezik most a körmen, de Pantelics ott maradt tisztán, nem jó. És a lepattanó, a nevető, nem is tudom hányadik. James Kinney nevében, mert kezében többen is ott voltak. Végül Kinney volt a befutó. 12-21. Már-már kivédekezte a körben. Channels elvállalja, de nem jó. Hozzá kerül vissza a lepattanó. Doinker kapja. Ez sem jó. Gowans. Jerry Gowans újra. Még egy tripla. Ez nem jó. És ki a lepattanó. Szép blokk Channels-től, hoppá, és McKinney Jones gyűjt ide a labda. Kerpel Fronius lépett be szabálytalanul a játékos elé, most cserél a Zete. És jön tehát Stefan Bálmazovic. Tóth Norbert pedig a másik oldalon beáll. Ferenc nézi meg a gyűrűt, és kijön a triplája, de Peti a lepattanó. 2 dobás következik. Újabb csere, Csene azt váltja, Lakosa Zsolt. Erre a másik oldalon is Velkei János áll be, Darren Gavance helyére. És Peris Peti dob büntetőket. A második is bent van. 9 pontos Peti, 14-21. Kini, Pantelistől kapja vissza. Bálmazovic, nem jó a hármas, Ferencia lepattanó. Peti, kicsit azért összekapta a védekezését a körmend. A negyed második felében Tóth Norbert, McKinney Jones. Peti hátul a kezdő körben kapta. Egy gyönyörű csel, és Peris Peti fejezi be
2 ponttal az akció. 11-nél tart már, 16-21. 5 pontig zárkozott a Körmend. Kini 2-es, nem jó. Pantelicsi a lepattanó. Hoppá, faltal együtt dobja be Velkei. 16-23. A plusz egy nem jó, van még 33 másodperc. Peti. Ez sem jó. Még 15 másodperc. Most van még 2 mezőnyt folytja a Körmendnek. Megpróbált a Lakossa beütni. Ha neki nem is sikerül, de az első bent van. Van még majdnem 6 másodperc. Velkei dobhatja be. Hűha, Simbe. És ott a falt. De az óra meg sem mozdul. Ugyanaz, szinte az állás, mint ami volt. 5,7. Hát most már nem faltolhatnak büntető nélkül a körmendiek. Eddig kevés hiba jellemezte, mármint hogy falt jellemezte eddig a meccset. Jól védekezés, lépés hiba, 2,8 másodperc még van. Jöhet a Körmend. Peti kapja. Egy triplára még volt idő, de nem jó, marad a 16-23, sokkal jobban kezdett az Ete. És akkor jöhet a második negyed, 7 pontos zalaegerszegi vezetés tehát. Peti. Részt vettünk Debrecenbe, ilyen felirattal üzentek a körmendiek. Falt. Dering Owens tette fel a kezét, hogy igen, ő volt. Ugye a közelmúltban tragikus baleset ért kézilabda szurkolókat és kosárlabdás körökből is. Érkezett felajánlás, segítség. Az ottaniak felé jelezték a körmendi drukkerek az együttérzésüket. Cserét kér az Ete, de nem az a játékos jönne, aki eredetileg vetkőzött. Farkas Attila közben beállt a körmendben. Tóth Lakosa. Egy távoli, ami nem jó. Troy McKinney Jonesnak már 2 hibája van, a másik oldalon Kerpel Fronius Balázsnak van ugyanennyi. Velkei. Peti ér hozzá. 14 másodperc van még a támadó időből. Egy kiosztás, és egy tripla, és bent van Velkei hármasa. Elképesztő hatékonysággal dobja az Ete eddig a triplákat. 10-ből 6. Kívülről még ennél is jobbnak tűnik az arány. Lakosa. Ez a kettes bent van. 18-26. Devens, Valmazovic, Pantelic.
Dákei. Egy kiosztás, egy tripla, Fekete Viktor. Hihetetlen, hogy mennyire épít és mennyire jól épít az a távoli dobásokra. Petty. Tóth Norbert, McKinney Jones. Farkas, egy dobócsel, közelebb megy. Mehet tovább. Létszámfölényben az egerszegiek, Gavens Litzerben, nem jó. Balmazovics, gyönyörű blokk, Tóth Norbert. Velkei ugrott oda szabálytalanul. Hát ahogy várható volt, nagyon felfokozott lelki állapotú pörgős meccs. És egy nagyon magabiztosan triplát dobó Zalaegerszeg a körmendiekkel szemben, akik egyelőre még csak keresik az igazi támadójátékukat. Channel száll vissza, Petty kap pihenőt. Molnár Levente, Németh Ákos és Cole Dickerson még a padon, de Dickerson nem fog játszani. Channels, 2 pont. 20-29. Gallens. Pantelic adja vissza Gavensnek. Farkas lépett ki rá. Még 5 másodperc. Channels piszkált oda. 3 másodperc volt a támadó időből. Gavens. Újra ő. Megint egy hármas, és megint bent van. Gavens 3. triplája. Csapatnak a 8. 12 kísérletből. 66%-os tripladobó százalék. Visszamondja az időkérését Bence Tamás. Channels viszi be Pantelic mellett. Ferenc Csaba áll be, de közben mégis kikéri az időt Bence Tamás. Egy másodperc híján 3 perc telt el. A második negyedből 10 pontos egerszegi vezetés. Velkei keresi a társakat, Gavens találja meg a labdával. Mohácsi. Gavens. Mohácsi, Velkei. Fekete. 2 pontért átdobja a gyűrűt, Channelsé. Velkei, 2. faultja. Kettős csere az Eténél, jön vissza Kertelfronius és Kini, lemegy a sántikáló Velkei és Fekete. Velkei a térdét fájlalja, úgy látom, hogy összeütközött Channelszel. Jön majd Petty a körmendben, amint lehet, már kéri a cserét. Channels, Tóth Norbert. Nem viszi rá Pantelicre. Ferenc. Kertelfronius üldözi. Ferenc kettese nem jó a lepattanó Pantelicé. Gavens gurigázik. Lapos a faltolja le ő. Neki is a 2. hibája. És jön Petty. Laposát váltja. Maradt a 10 közte, 22-32. A 14. percben járunk. Pepe Fronius.
Kini. Pantelic, Csenelszre pattan oda Ferenchez. Farkas zicserben. Kovács hűti ki a kezéből. Alapról jöhet a körmen. Tóth Norbert, Peti. Tóth Norbert. Kovácsi támasztotta meg szabálytalanul. Farkas triplája most bemegy. De hát Jócskán síp szó után természetesen. Farkas kapja. Peti. Farkas is kérte, Ferenc kapja, még 6 másodperc. Peti viszi be. Ez már így 2 dobás. Pantelicet nyugtatja Tőzs Érdénes. Neki az első hibája lesz. Jön majd McKinney Jones a körmenben. De nem is Pantelic kapta a hibát, hanem James Kinney. Pantelic pedig most már a második játékvet vezetőhöz megy oda elbeszélgetni arról, hogy mi történt. McKinney Jones jön Farkas helyére. Peti dobhat. A második is 13 pontos már Paris Peti, 24-32. 5,5 perc a nagy szünetig. Kini. Dallens. Kerpel Frónius tette tovább. Kini nagyon messziről és nagyon pontosan. A 9. egerszegi tripla. 24-35. Channels. Nem viszi rá Pantelicsre ő sem. Ferenc. Peti. Ferenc. Mohácsi mellett. Bent van. Túl vagyunk a negyed felén. 26-35. Kerpel Frónius, Ferenc van ott vele, Kerpel Frónius megoldja. Channel helyett újra jön Lakosa, 26-37. Peti. Lakosa. McKinney Jones. Tóth Norbert igyekszik blokkal segíteni, másik oldalra indult el McKinney Jones, Lakosa. Tóth Norbert kap egy szép labdát, és Pantelic blokkol. Szintén szépen, Gowans. Kerpel Frónius füle mellett el zúg a labdát, kicsit háta mögé jött a passz. 26-37-nél körmendi idő. Petinél a labda. 26-37, van még 4 perc és 8 másodperc az első félidőből. Lakosa, Ferenc. Peti. Sarokból Lakosa, bent van. A tripla. 5 pontos Lakosa Zsolt. A harmadik jó körmendi hármas. 12 kísérletből. Az ETE 13-ból 9-et dobott be. 29-37. Davens. Kini. Pantelic. Devens. Pantelic, jó, jól ér hozzá Tóth Norbert.
McKinney Jones 3 az 1-ben a körmend, és Baltal együtt dobja be Peti. Bent a plusz 1, 32-37-ig zárkózik a körmend, 16 pontos már Petti. Jól védekezik megint a körmen, de Pantel is még megtartja, lábbal ér hozzá, jöhet a körmen. Három perc, öt másodperc még, takarítás. És jön is egy időkérés. Kerek 3 perc még az első félidőből, 32-37-nél támad a hazai csapat. Bence Tamás igyekezett rendezni a sorokat. Petti, rövid a triplája, de a lepattanó Tóth Norberté. McKinney Jones, Petti újra. Ferenc, folytán a támadó idő. Ferenc csapja be Gavenst, és még jókor a dobás, de nem jól. Pantelics. Tudta még szabadítani a labdát a csapdából. Gavens. Eladja Gavens, eladja. Na ez kié. Az etéjé mutatja Tőzsér Dénes. Hát mind a két játékos nyúlt érte. Van még 15 másodperc, vagy 16 a támadó időből. Az még egy bőséges lehetőség. Pantelics. Kini. Pantelics, Mohácsi mozdul be a gyűrű fele, Kerpel Frónius nem jó, Mohácsi nem ér gyűrűt a labda, 4 másodperc még, Kini engedi el, és ez is bent. Elképesztő, hogy ez egy szorongatott helyzetből eldobott kényszer tripla volt, de ez is ül, 32-40. A 10. egerszegi tripla. 32-40. Petti. Nem jut el Tóth Norberthez a labda. Kerpel Frónius. Bedobja. Visszaveri a támadást. Az Ete újra 10 közte. 32-42. Ferenc. Lakosa teszi tovább. McKinney Jones. Lakosa. Megtartja még, Peti, egy másodperc volt, Peti ledobja. 18 pontos már Peris Peti, 34-42, így is 8-al megy az Ete. Petinek mutatja Kinit, te ahogy Csizmics, hogy figyelj, itt van a szélén. Peti bólogat, hogy igen, tudom. Kini eldobja, és bedobja, Peri későn ér oda. 14 pontos James Kinney. Mondja Teo Csizmics Pettinek, hogy nem szóltam, hogy itt áll. 34-45, 11 közte. Ferenc, McKinney Jones. Bent van a körmendi tripla is. 6 pontos McKinney Jones. 37-45. Fél perc még. Kinney. Már nem cserél az Ete, ketten is ott ültek. A padon visszaküldi őket Bence Tamás. Gavens. Betörés, kiosztás és Kerpel Frónius 3-as. 9 pontos Kerpel Frónius.
és van még 6 másodperc. Betis elengedi a triplát, ez is bent van. 21 pontos Peti. Így 40-48-al zárul az első félidő. Hát lesz mind változtatni a körmennek.